Hello, sziasztok! Ez itt a Fényes Szelek, a Társadalom Elméleti Kollégium műsora. Én Nikül Csenge vagyok. Köszi, hogy elhívtatok, meghívtatok. Én leszek így az afféle moderátor, vagy kérdezősködő, érdeklődő, kíváncsi, laikus. És itt van még Lovász Dorottya, ő a Társadalom Elméleti Kollégium tagja, mint ahogyan én is, illetve politológus hallgató. És itt van velünk még Dési Ádám Dusi, ő kriminológiát hallgat és PhD-zik éppen, és ő a Társadalom Elméleti Kollégium volt tagja. Hát, hogy miről fog szólni ez a mai adás? A robotikáról lesz szó, sci-fi-ről, ami ugye egy kicsit ilyen tágabban, ugye sci-fi-ről, robotikáról azon belül, és novellákon keresztül fogunk beszélgetni erről a témáról. Én tényleg laikus vagyok, és hogy így, ennyi igazából. Hát, sziasztok! Hello! Ügy! nem tudom, amúgy így mesélhetnétek arról, vagy így engem tök érdekel, hogy szerintetek így, vagy hogy hogyan merült fel ez a téma köztetek, és hogy miért beszélünk erről a témáról, robotokról, sci-fi-ről, igen, és hogy szerintetek ez ma miért releváns, és hogyan, vagy akár, hogy hogyan kerültetek közel ehhez a témához? Fú, hát igazából úgy történt, hogy az már megvolt a fejünkben, hogy szeretnénk valami közös produkcióval részt venni, és akkor rajzoltunk egy ilyen szép nagy Venn-diagramot, hogy mi az, amihez mindketten értünk, és elég lelkesek vagyunk ahhoz, hogy majdnem másfél órán át beszélhessünk róla, és akkor elég sok tételen átfutottunk, amíg kiderült, hogy mindkettőnknek van egy ilyen mélyebb hát szeretete Asimov iránt, vagy hát a munkássága iránt. Ugye én elsősorban az neki az Alapítvány című a sci-fi sorozatával voltam egy ilyen közelebbi viszonyban, abból még hát jó pár éve tartottam is egy ilyen bevezető kurzust a Társadalom Elméleti Kollégiumban, és onnan volt, vagy maradt meg ez a rajongásom iránta. Az én esetem egy kicsit speciális, mert hogy én az egyik tanáromnak az alternatív tárgyát vettem fel még az ELTE AI-kán. És ez a tanárom, Tóth Csaba, foglalkozott a science fiction és a politika viszonyával, és a tárgy elvégzését, vagyis pontosabban úgy lehetett teljesíteni a tárgyat, hogyha az illető ír egy dolgozatot, és erre kap az ember egy jegyet. Na hát én ugye ezt a dolgozatot elkészítettem, és mivel korábban is Asimov rajongó voltam, ezért értelemszerű volt, hogy Asimovból fogok írni, viszont engem nem az alapítvány érdekelt, hanem inkább a novellák. Szóval én a novellák elemzésével foglalkoztam, és ebből az egyszerű egyetemi dolgozatból végül egy publikáció, később egy TEDx beszéd, most pedig egy rádió interjú kerekedik. Váó, hát erre nem számítottam őszintén, ez nagyon jól hangzik. amúgy most mind a ketten szóba került ez az Asimov, vagy hát nem ez, ő. Hogy ő kicsoda, vagy hogy mit lehet róla tudni, hogyha esetleg valaki most hallja először a nevét, mint hogy jó, én nem most hallom először, mert igen, általatok hallottam először erről a névről, hogy mit tudtok róla mondani. Asimov az egyik az ilyen hátán aranykori, vagy ilyen klasszikus sci-fi nagy szerzőinek. Ugye ő neki ezzel az alapítványal, meg a robot történeteivel robbant be, mellette meg volt még ugye Clark, neki az űrodössziája, és talán még Herbertnek, Frank Herbertnek a dűnéje az, amit ha ilyen
nagyon laikusként, mert én is vagyok azért a Skifinek egy ilyen mélyreható ismerője, azt mondanánk, hogy ők az ilyen nagy hármas, akikhez így, ha valaki így el akarja kezdeni a science fiction-t megismerni, akkor mondjuk ők voltak azok, akiknek így a nyomvonalájni érdemes elindulni így a 20. században. Hát Asimovról, amit még így érdemes tudni, igen, ezek a robotok voltak neki fontosak, meg az alapítvány, ugye erről sokat, ez így feljött, hogy az alapítvány csak annyi, hogy a van egy olyan sztoria, vagy egy ilyen regény folyamatban az a lényeg, hogy kitalálnak egy ilyen matematikai módszert, amivel megjósolható a jövő, és hogy leraknak tudósokat egy bolygón, és hogy megpróbálják ezáltal egy befolyásolni a történelmet. Így zárójelben, mert erről ennyit érdemes tudni. Én még annyit hozzátennék, hogy Asimovban ugye nagyon izgalmas az, hogy ő egy biokémikusként tevékenykedő író volt, tehát alapvetően van valami köze a tudományhoz, és komoly érdeklődése, és emellett rendkívül pozitívan látta az ember és a robotok kapcsolatát, vagyis pontosabban volt egy ilyen célja, hogy ezt a pozitív viszonyt így megjelenítse a történeteiben és a novelláiban. De igazából azt hiszem, hogy ami miatt mi valójában foglalkozunk vele, az nem is ez az a pozitív kapcsolat, vagy hát ez csak az egyik része ennek, de ugye a másik fontos aspektusa ennek a kérdésnek az az, hogy borzasztó nagy popkulturális hatása van. Szóval a jelenleg mondjuk befutó, érdekes vagy releváns science fiction irodalomnak komoly ihletője volt, és mindemellett még a társadalmunkat is formálja, hiszen az Európai Uniós robotetikai ajánlás és végül is belőle, vagyis az ő robottörvényeiből táplálkozik. És hát ugye, ugyanez csak egy ajánlás, de hát mégiscsak arról van szó, hogy valamilyen jellegű joganyag foglalkozik egy science fiction író gondolataival. Ez egy óriási dolog. Hát, és a másik oldala pedig az, hogy nyilván sok kritika éri, mert hát ő rendszeresen olyan műveket írt, ahol ez a mesterséges intelligencia, meg a robotok azért a társadalomban így együtt működnek, és hát ugye erre szokta mondjuk Stephen Hawking, vagyis hát mondta anno, vagy pedig Elon Musk, hogy hát ugye ezt vagy nem érjük el soha, ezt a verziójú életvitelt a társadalomban, ahol a mesterséges intelligenciák és az emberek együtt élnek, vagy pedig, ha elérjük, akkor inkább féljünk tőlük. És mi azért hoztuk el ezt a példát, mert mi nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon tényleg félnünk kell-e tőle, és szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan tudnánk nektek bemutatni azt, hogy nem biztos, hogy az egyetlen út az, hogyha ők vagy mi kiírtjuk egymást. Igen, egyébként most ezt, hogy mondtad, hogy ez nagyon érdekes volt, ez a, vagy elképzelni nem tudtam nagyjából, hogy így a közkifi és a politika, vagy a igen, politika, az így majd hogyan tud így összekapcsolódni, de erre mondtad ezt a tök jó ilyen EU-s példán, hogy az nekem nem világos teljesen, hogy amikor ezek az arcok, tehát hogy az Asimov mondjuk írta ezeket a műveket, hogy addigra miért lett fontos az, hogy ennek már az ilyen pozitív oldalát kellett így kihangsúlyozni. Tehát, hogy akkor előzetesen itt már volt valamilyen félelem, vagy hogy így amire ez egy ilyen válasz volt, hogy akkor ő így erre fekszik rá. Most nyilván nem ennyire direkt, de hogy nyilván azért ez gondolom mennyire végig lett gondolva, amikor ő neki lehet ilyeneket írni, hogy nekem így ez jutott eszembe, hogy nyilván akkor ez valamire egy ilyen reagálás volt, és hogy erről így tudtok-e valamit mondani, vagy így... Ja. Hát... Amennyit erről tudok, hogy inkább az volt, hogy abban a korban, amikor Asimov ezeket a robot sztorikat írta, akkoriban maga ez a robot téma, az egy ilyen nagyon sokadlagos, tehát ők általában inkább mellékszereplők voltak, mondjuk ilyen planetáris románc, vagy tehát ilyen űrbeli kalandregényekben, ahol ők ilyen fura, bádog lények voltak, akik általában megpróbáltak így felrobbantani dolgokat, vagy lemészárolni mondjuk, hogy ilyenek. És ez persze vannak kivételek, amik nem ilyenek voltak, de mondjuk az ilyen mainstream, az nagyjából leálltott, hogy a robotok az egy ilyen gyorsan felhasználható, egyszerű ellenfél, amit könnyű legyőzni, és így relatívan nem is kell mondjuk a
az adott regénynek, vagy filmnek, vagy bármilyen terméknek a sorozatának, a főhősének igazából ilyen morális agályai felmerülni abban, hogy elpusztított egy robotot, mert hogy az végül is nem egy élőlény. Úgyhogy talán így a korszakban így helyezném előtt. És ez amúgy melyik korszak? Ez hányos évek? Az... 50-es, 60-as azt hiszem, amikor ilyen indulnak ezek a sztorik. Azt hiszem nagyjából. És ugye időben ő ezt ilyen, tehát a regények azok nagyjából, vagy ezek a robotnovellák, amikről fogunk még beszélni, ezek amúgy a mában játszódnak, tehát a nekünk mában, tehát az ilyen első robotok azok ilyen 2000-es évek elején jelennek meg nála, és aztán így egészen, hát nem is tudom, tehát nem, így pontosan 2020-ban mi történik, de hogy addigra már az ő világában ezek a robotok már kvázi humanoid külsejűek, beszélgetnek, tehát hogy többé-kevésbé mindenre képesek, amit így elképzeljük. Világos, amúgy ez nagyon izgalmas, úristen, ez a téma. Mik az ilyen különbségek, vagy az ilyen eltérések a robotok és köztünk? Hát először szerintem inkább arról érdemes beszélnünk, hogy a mesterséges intelligenciák és a robotok között mik az elsődleges különbségek. Erről azért fontos pár szót ejtenünk, mert ahogy egyre mélyebbre megyünk ebben a beszélgetésben, észre fogjuk venni, hogy nyilván ez a két fogalom ez keveredik, de hogy Isaac Asimov inkább olyan karakterekkel dolgozik, akik mesterséges intelligenciával rendelkező robotok. Úgy kell ezt körülbelül elképzelni, hogy mondjuk a robot az egy ilyen test, a mesterséges intelligencia pedig egy ilyen agy, mondjuk. És a robotra mondjuk a legegyszerűbb példa egy mikro, tehát mondjuk egy determinisztikus gép, ezt úgy nevezzük. Tehát egy olyan lény, amiben mondjuk, ha belerakunk egy tál kaját, mondjuk én nem tudom, bármit, csirkét, vagy pedig egy élő állatot, akkor azt ugyanúgy felmelegíti. Ő nem fog különbséget tenni a között, hogy ez egy élő lény, amit ő belehelyeztünk, vagy pedig egy élettelen tárgy. Az az egyetlen feladata, hogy teljesítse a parancsunkat, mégpedig az, hogy megmelegítse ezt az ételt, vagy ezt az állatot. Na már most. A mesterséges intelligencia azért rendkívül ijesztő, vagyis hát pontosabban ezért kelt félelmet az emberekben, a robot néven mondjuk, mert hogy kiszámíthatatlan, és a kiszámíthatatlansága az intelligenciából következik, ami ugye az emberre is igaz. És ugye ez az érdekes, hogy a jelenlegi mesterséges intelligencia kutatások legfőbb célja egy generális mesterséges intelligencia. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy olyan számítógépet, egy lényt kívánunk létrehozni, amely nem csupán arra képes, hogy mondjuk valakit sakkban verjen meg, vagy góban verjen meg, hanem egyszerre verjen meg mind a két játékban, vagy tudja mind a kettőt megtanulni és játszani, és ezen kívül más játékot is el tudjon sajátítani. Ennek egyéb fontos kritériuma is vannak, de szerintem a hallgatóságnak talán ez a két legfontosabb dolog, amit meg kell értsen, hogy egyszerre tanul, és alkalmazza ezt a tudást. És ugye ez a legfontosabb különbség a robot és a mesterséges intelligencia között, hogy a robot az kiszámítható, a mesterséges intelligencia pedig azért félelmetes, mert kiszámíthatatlan. És ugye ezekkel a félelmekkel már el is érkezünk a következő témakörünkhöz. Nekem még most eszembe jutott egy kérdés még, hogy tehát, hogy szóval, hogy nekem így az van meg, mert én tényleg nem sűrűn nézek ilyen filmeket se, meg nem tudom, de hogy így az van meg, hogy ugye az is a, tehát ami így a félelem, vagy ami nekem megvan, de ez lehet egy kicsit túl egyszerűnek tűnik most, hogy ezt mondom, de hogy az, hogy a, tehát az is benne van eléggé, hogy így felül tudnak így kerekedni, vagy emelkedni így az emberen. Tehát, hogy ennek szerintem azért van egy ilyen vonulata is, hogy így, tehát, hogy azért így, amikor az ember felfogás is alapból olyan, vagy így ugye mi vagyunk a központ, mi vagyunk mindennek így a, nem tudom, így az origója, meg ha nincs ember, akkor így semmi nincs, és mi nem pusztulhatunk ki, nem tudom, és hogy nekem ez jutott még eszembe, hiszem azért ez is eléggé benne lett, ez az ilyen embernek az ilyen felsőbbrendűsége talán most. Abszolút, ez igazából nagyon jól rátapintott el az egyik ilyen központi ívére ezeknek a történeteknek, meg ezeknek akár ilyen mondani valójának, hogy itt a legtöbb, mondjuk ilyen novella, amik alapján mondjuk mi itt így nézegettük ezt a témát,
ezek úgy történnek, hogy van valami gigszer, valami robottal, és akkor valahogy ezt meg kell oldani. És itt a legtöbbször az történik, hogy ezek a robotok nem csak hogy fizikailag jobbak, mint az emberek, mert ugye alapvetően arra van a kitalálva, hogy fizikai munkát átvegyenek sokszor, tehát hogy erősebbek, ellenállóbbak, radioaktivitással, sugárzással, hőmérséklettel, de ugyanakkor ezekben a robotokban bele van építve ez a az úgynevezett robotika törvénye, amit Asimov talált ki, ami egy ilyen megszeghetetlen morális parancs számukra, amiknek az a következő, hogy ezek a robotok igazából itt sokkal hát kedvesebbek és jobb fejebbek, mint az emberek, és ez egy ilyen folyamatos görbetükörként is megjelenik, mint az emberiség ezekben a történetekben nagyon nehezen visel el az, hogy van egy teremtménye, aki nem csak hogy fizikailag, de hogy tényleg morálisan igazából jobb nála, és nagyon sok ilyen konfliktus ezekben a történetekben ezekből burjánzik ki. És csak hogyha nem lenne valaki, nem tudom, szakértő, vagy hogy mindegy, tehát hogy ezek a robotika törvényei, ezek ilyen alapvetőek ahhoz, hogy amikről beszélni fogunk később, ezeket gyorsan így összefoglalom. 3+1 van, az első, amik ilyen hierarchikusan épülnek fel, az első és a legfontosabb az, hogy a robot nem okozhat kárt emberi lényben, vagy nem nézheti tételen, hogy emberi lény kárt szenved. Ami egy ilyen alapbiztonsági mechanizmus, hogy jó, tudják a helyük. Ugye a második az az, hogy a robot köteles az ember minden utasítását végrehajtani, kivéve, ha ütközik az első törvénnyel. Kb. Ez így a robotok funkcióját írja le, hogy azért vannak teremtve, hogy az emberiséget, és akkor már így ketté válik, hogy segítség vagy szolgálják. És a harmadik törvény pedig az, hogy a robot köteles gondoskodni saját biztonságáról, kivéve, ha ez ütközik az első vagy a második törvényben. És akkor van egy nulladik törvény, de azt szerintem majd csak később térünk vissza rá, mert az egy kicsit ilyen kerülő utakon jön be. Ez nagyon érdekes amúgy, de hát, hogy akkor tágazva, hogy az tehát, hogy nem csak ez így annyira ilyen feloldhatatlannak tűnik bennem ez az egész, hogy így, tehát, hogy mi létrehozunk valamit, és akkor így megmondjuk, hogy így milyen legyen, de hogy közben így nem is biztos, hogy olyan lesz, meg így, nem tudom, így a végén így kinyírnak minket, és akkor már én is itt tartok, hogy félek, ennyi, hogy mi meghalunk. Ja, ez nagyon érdekes. Hát ugye a félelmeknek azért több típusú alapja is van. Most ugye említetted ezt a félelmet attól, hogy esetleg elpusztítanak minket, de hogy ugye több egyéb lehetőség is áll előttünk. Ugye, hogyha az ipari forradalmakra egy kicsit rátekintünk, akkor mégiscsak azt látjuk, hogy hát a gépi munkaerő az ugye elsöprő erővel söpört végig Európán és Amerikán is. A fonogenik korszaka, és utána pedig a jó kis géprombolás, hogy mindenképpen visszaszerezzük a emberi munka megélhető helyét. Ugye, hát persze itt most meg lehet említeni, hogy hát mégiscsak az van, hogy oké, hogy a fonogenik létrejöttek, de hogy ebbe kisgyerekek mászkáltak, mert hogy ők kis kezük fért bele a gépbe, hogy esetleg valamilyen alkatrészt kivegyenek onnan, vagy a szálat megtalálják. Tehát igazából valamilyen típusú sajnálatos gyermekmunka erőt alkalmaztak itt, hiszen annyira még nem voltak kifejlettek ezek a munkajogi szenáriók, de hogy itt mégiscsak az a lényeg, hogy az emberek attól féltek a legjobban, hogy jönnek ezek a robotok, gépek, akik elveszik az összes munkát, és hogy nekünk nem marad semmi. És ugye több típusú megközelítés van. Az egyik fajta megközelítés itt az, hogy hát az emberek mégse teremtenek olyan gépeket, amelyek olyan komplex problémákon képesek gondolkodni, amiken az ember képes. Tehát mondjuk csinálunk olyan gépeket, amik mondjuk tényleg 100%-osan képesek összerakni mondjuk egy autót. De nem akarunk olyanokat készíteni, amelyek mondjuk képesek, nem tudom, helyettünk elvégezni az egyetemet, vagy helyettünk tanítani, vagy bármi ilyesmi. Persze ez sem teljesen igaz, mert hogy rengeteg olyan robot van, amiről így nem is tudunk, hogy egyébként létezik. Tehát léteznek már újságíró robotok, légiforgalmi irányító robotok, olyan robotok, amelyeket arra fejlesztettek ki, hogy idősebb vagy fiatalabb személyek, akik esetleg betegek, gyengétséget kapjanak. Tehát mondjuk ilyen állatformájú robotok, amelyeket meg lehet ölelni, és esetleg erre hangot ad ki, vagy megmozdul ez a lény. Ugye ez is nagyon fontos, hogy egy ilyen érzelmi interakció kialakítható egy robottal, ez érdekes lehet. És hát ugye itt felmerül a kérdés, hogyha így majdnem mindent mégis el tudnak látni, amit mi is,
akkor hát mennyire lesz veszélyeztető mondjuk az, hogy mondjuk valakinek, valaki nővére, vagy sem, most ugye bejön ez az antropomorf robotkép, ami azt jelenti, hogy emberformájú robot, most vajon meg tudunk-e tanítani egy ember alakú robotot arra, hogy hogyan kell viselkedni egy idős személlyel, vagy egy beteg személlyel, szóval ezek is nem egyszerű kérdések, de hogy lényegileg ebből, tehát hogy én azt hiszem, hogy a félelemnek csak az egyik oldala, ez tényleg ez az elpusztítás, és a másik oldala, ami szerintem erősebb és izgalmasabb, hogy vajon lesznek-e olyan munkák, amiket az emberek tudnak kizárólag elvégezni, vagy vajon mindent idővel a robotok fognak, és kénytelenek leszünk az alapjövedelemmel operálni, mondjuk. És ugye kicsit még visszacsatolva ugye a félelemnek az első felébe, ugye ez a kiírtás, most tudom, robotok azok így tényleg beledöngölnek minket a földbe, hogy ennek ad egy nagyon érzékletes nevet Asimov, vagy ő, szerintem ő, igen, ő vezeti be, hogy ez az úgynevezett Frankenstein komplexus, ami lényegében egy ilyen kb. Egy ilyen szitok szóként használják a novellában az ilyen mérnök értelmiségi arcok, hogy hát de hát ezek a robotokban ott van az első törvény, ezek nem tudnak ártani az embereknek, mégis a buta, átlag emberek, akikkel így tele van a világ, azok nem, mégis ebben a Frankenstein komplexusban élnek, és így attól rettegnek folyamatosan, hogy ezek a robotok egyszer csak így fölkelnek, és így elpusztítanak mindenkit. És ez amúgy egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, hogy egyrészt, hogy a robotnak a tervezői, azok ennyire, tehát mondaná az, hogy kvávi arrogánsan, de hogy így tehát ilyen megkérdezhetően biztosak abban, hogy ez a törvény ez így meg fogja védeni az emberiséget, és hogy mindenki más, aki ilyen laikusként amúgy él abban a világban, amiben egyre több lesz a robot, és egyre nagyobb szeletét fogják használni az életüknek, vagy akár veszik el mondjuk a munkáknak, ezek tökéletesen biztonságosak. És ebben mondjuk elég rosszul teljesítem úgy a Asimov, hogy ebben így nem nagyon kapunk erre egy ilyen önreflexiót, vagy hogy egy ilyen kitekintést, hogy itt így amúgy oké, hogy az átlag emberek félnek, és a mérnökök meg tudják, hogy de ezek nem veszélyesek, de hogy ezek így nem nagyon találkoznak, hogy így hogy lehet ezt így átadni, ezt az ilyen ismeretet. És ugye van például egy ilyen próbálkozás a gyárnak, ugye az amerikai robotnak, mert ugye persze hogy a történet egészen az Amerikában játszódik, és azt hiszem, talán két robotgyár van összesen, és az amerikai robot, meg az egyesült robot, de mind a kettő amerikai. És akkor az egy ilyen PR kampánya az amerikai robotnak, hogy bevisz embereket, meg családokat igazából a gyárba, és akkor nézhetik, hogy hogyan raknak össze robotokat, mert az az ilyen mögöttes elképzelés, hogy akkor mennyi kevésbé fognak félni az emberek attól, hogyha valamit értenek és látnak. És amúgy a vicces módon az történik, hogy ez pont az ellenkező hatást éri el, az emberek azok nagyjából úgy járnak a robotgyárba, mint a Vidán Parkba, vagy mint egy ilyen hullámvasút, hogy így ilyen biztonságos környezetben való félelmüket azt így kiélik, tehát egy ilyen szórakozás, és tehát azt mondják, hogy amikor így bemutatnak nekik egy ilyen robotot, akinek kb. Annyi a funkció, hogy oda megy, kezet fog velük, elmondja, hogy hány fok van, milyen az idő, és így visszalép, akkor így ilyen az anyák azok így magukhoz szorítják a csemetéiket, és az apák meg így előre törnek, hogy így megvédjék így a családot. Tehát, hogy egy ilyen félelem az így folyamatosan ott van. Nekem amúgy még most az jutott eszembe, vagy így eléggé megragadta így a... Szóval ez a... hogy ez mennyire hozható, vagy hogy erről így most is azért ez egy ilyen elég aktuális téma abból a szempontból is, hogy az ilyen munkaerőnek a... Tehát, hogy ezt, hogy akkor, ha mi így elkezdjük az ilyen... vagy hát ez már így alapból is létezik, hogy ilyen robotok gyártatnak le így ilyen bármilyen alkatrészeket, meg így bármit, és hogy erről így mit gondoltok? Ez kicsit ilyen hogy mit gondoltok arról, hogy így hogy az ilyen robotizáció az így mennyire tudná mondjuk így tehát hogy így a munkásokat így hogy lehetne elérni, vagy hogy ezzel el lehetne érni azt, hogy így kevésbé legyenek kizsákmányolva az emberek, mert hogy ugye az van, hogy nem tudom, így
Tehát ugye ez megint az, hogy ennek így hol vannak ugye így a határai ennek az egésznek. Tehát, hogy az így ok, hogy mondjuk így x éve régebben annó, hogy így nem tudom, a nőknek a háztartásba elkezdtek gyártani ilyen, nem tudom, habverő gépet, hogy ne kézzel kelljen felverni a tojást, és arra így azt mondom, hogy hát ok, mármint, hogy így ott szívják így a konyhába, így nem tudom, így háztartást vezetnek, akkor ne kelljen már így addig verni a habot, amennyig be nem durran így a, nem tudom, bicepszük, vagy nem tudom, és hogy, hogy igen, szóval ennek szerint így hol vannak a határai, meg hogy erről így mi az ilyen véleményetek, vagy álláspontotok erről az ilyen kizsákmányolást, így fel tudná ez így oldani ez a robotizáció? Hát ugye, hogy is fogalmazzak, szóval, hogy itt ismét több réteggel kell találkoznunk. Szóval az mondjuk egy üdvös dolog, hogyha tényleg mondjuk az történne, hogy mondjuk a munkások, most így mondok egy ilyen csoportot, de hát tudjuk, hogy ez azért nem ennyire homogén, mondjuk a munkások kizsákmányolása megszűnik. Hát igen, csak hogy akkor ki kell találni, hogy mégis hogyan szűnik meg, vagy mi helyettesíti akkor az ő fizetésüket, vagy akkor mivel foglalkoznak ezek a személyek, vagy hogyan lehetnek ők is tagjai, mert hogy ugye nyilván, tehát most nem arra gondolok, hogy aki nem dolgozik, az nem tagja a társadalomnak, hanem inkább arról próbálok valamit mondani, hogy ezt nagyon nehéz úgy meghatározni, hogy ugye hát kőkemény kapitalizmusban élünk, és hát a legtöbb embernek így az a ilyen fontos motivációja, hogy valamilyen munkát végezzen, és sokszor ezt érzi az érték mérőjének, vagy pedig a politikusok is ezt csatolják vissza, hogy egy ilyen példát is hozzak. Szóval, hogy ez igazából egyrészt szerintem az állam dolga nyilván azzal foglalkozni, hogy ez működtethető és jó legyen. Tehát úgy értve, hogy nyilván itt ezt valamennyire szabályoznia kell, hogy mit csináljunk azokkal a személyekkel, akik így relatíve kiszorulnak mondjuk a, nem tudom, csomagoló üzemből, hiszen őket fel kell karolni, ami egyáltalán nem, ami hát egy alapvetően egy baloldali gondolat, tehát hogy ezzel nem hagyjuk cserben ezeket az embereket. A másik oldala viszont ennek a problémakörnek, hogy hát amivel mi foglalkoztunk még, az ugye az, hogy a robotok rabszolgák lesznek-e. Tehát, hogy ők, tehát hogyha az emberek kizsákmányolása megszűnik, akkor olyan nem folytatódik-e azzal, hogy akkor a robotok lesznek kizsákmányolva. Mert hát ugye hallunk már olyasmit, hogy mondjuk vannak olyan robotok, akik mondjuk úgynevezett szexuális tevékenységeket végeznek, és ugye ebből vannak olyanok, amelyek gyermekformájúak, ami elég bizarr és ijesztő, ilyeneket sok helyen tiltanak, de hogy az elvet szerintem értjük, hogy itt ugye a helyettesítésre szánják ezeket a robotokat, és hogy itt felmerül a kérdés, hogyha mondjuk ezek a robotok éreznének, vagy fel tudnák fogni, ami történik velük, akkor ez nem jelentene-e egy újabb jellegű kizsákmányolást, mind a mellett, hogy eddig szegényebb helyzetű embereket zsákmányoltak ki a társadalomban. Hát igen. Szóval kereken elmondtad, hogy nem nagyon tudok már ez mit hozzátenni. Talán az, ami még itt jelen van, hogy nem csupán az történik, hogy ez a robotizáció, ez mondjuk az ilyen fizikai munkát szorítja ki, hanem itt arra is látunk, hát nem például, de mondjuk egy ilyen novellában, egy ilyen gondolatkísérletet, hogy bemutatnak egy olyan robotot, ami a szellemi munkát próbálja meg átvenni, és ott ugye az az indok, hogy hát mondjuk egy professzornak, aki nagyon fontos gondolatai vannak, gondolom, nem tudom, annak nagyon sok ideje elmegy azzal, hogy mondjuk egy publikációt, azt így, nem tudom, a hivatkozásokat rendbe szedje, meg a stilisztikailag, meg szerkessze. Jó, vannak professzorok, akik ezt nem megcsinálják lelkiismeretesen, van, aki mondjuk PhD hallgatóra testálja, vagy bármi történhet. De a lényeg az, hogy akkor csinálnak egy robotot, aminek ez legyen a feladata, és akkor ott igazából megindul egy ilyen kettős, nem is tudom, ellenmozgás. Egyfelől ott van, hogy tök jó, mert hogy ez felszabadítja az embert ugyanúgy, ahogy a fizikai robot, az alapján, ami ilyen kellemetlen, feleslegesnek tűnő, meg ilyen nagyon babra munka, de hogy közben van egy olyan félelem is, hogy amikor ez beindul, tehát hogyha kiszabadul ez a dzsinn a palacból, hogyha már nagyon keverjük a mitológiákat,
akkor ennek így hol lesz a vége, és hogy ugye az egyik novának pont ez egy ilyen nagy hát csattanója, vagy valami, hogy van egy ilyen kutató, szociológus, aki így bepánikol, hogyha ez a robot, ami először csak szerkeszt, akkor utána egyre több funkciót fog magához ragadni, és a végén a szellemi munka is szerinted teljesen ki fog üresedni, és a kutatónak nagyjából csak annyi lesz a dolga, hogy itt kitaláljon egy kérdést, és a robot vagy a robotok fogják ezt megoldani, és az egész, hát ahogy ő mondta, hogy meg akarja menteni a jövő tudós nemzedékét ettől a pokoltól. És ugye ez szintén egy ilyen nehéz kérdés, hogy akkor most meddig terjed az, amíg így hasznosítható, az, amiben segítenek, és hol van az, amikor már tényleg érdemi részt vesznek el, akár robotok, vagy mondjuk bizonyos gépek. És én nem vagyok pszichológus, vagy ez nem értek, de úgy tudom, hogy van olyan kutatás, amikor azt mondják, hogy például a kézzel való jegyzetelés, az mondjuk sokkal hatékonyabb abban a szempontból, mondjuk, ha valami órát lejegyzetelsz kézzel, mint hogyha a klaviatúrán írod, mert hogy az így jobban megmarad. De hogy közben meg mégis, tehát hogy ez egy ilyen nehéz kérdés ebben dönteni. Igen, amúgy meg ami most még szóval az, ami szerintem ilyen nehézebb, hogy ugye, ami nekem így eszembe jutott, hogy tehát, hogy amit te mondtál, Dorka, hogy az ilyen fennálló rendszert, azt meg az ilyen káros, vagy a társadalomra káros mechanizmusokat így nem feltétlen oldja fel. Szóval, hogy ez, amit mondta, hogy az ilyen, nem tudom, ilyen gyerekrobot gyártás, és akkor az így mire van használva, stb. És amúgy ez is ilyen, meg ez, hogy akkor most mi megmondhatjuk ezt, hogy jó, gondolkodni szeretünk, meg az így legyen a miénk, mert mi hát azért az ember gondolkodjon mindenről, tehát azért hát mi hoztuk létre ezt is, hát akkor mi erről, akkor mindenről szeretnénk gondolkodni, és akkor azt mondjuk, hogy hát a fizikai munka az, meg akkor nem tudom, legyen helyettesítő. Szóval ez is ilyen egészen ilyen nagy és ilyen feloldhatatlan dolognak tűnik. Igen, meg hát ami szerintem még nagyon így benne van így a kapitalizmus így eszi magában, tehát hogy a kapitalizmusban ez nagyon benne van, és valószínűleg akkor is benne lesz, hogyha ilyen nagy mennyiségben elkezdnek így ilyen robotgyártó cégek gyártani, hogy te az, amit így az okozna, hogy akkor így lenne egy ilyen piac, és akkor így, na hát azt így nem akarom elképzelni, hogy ilyen különböző amerikai robotgyártó cégek hogyan versengenek, meg kezdik el így újra így elnyomnia mindent, szóval, hogy ennek van egy csomó olyan oldala, ami nagyon kérdéses, meg ugye nem lehet tudni, hogy ez így milyen irányba tudna haladni, mert mint ezek az ilyen meglévő negatívumok. Igen. Hát így mondjuk a történetekben, mondjuk ebben a világban, mert mondjuk ez nem az a, mondjuk nálunk is talán az az ilyen kvázi menekülő út, az ilyen hát nem is tudom, további kizsákmányolás vagy ennek a felhajtásától, hogy megindul mondjuk az űrkutatásnak egy ilyen hihetetlen reneszánsza, és ugye az elején ezekben a történetekben is úgy kezdődik, hogy a Földön nem engedélyezettek a robotok, pont azért, hogy ne, vagy csak ilyen kutatási célokra, és ugye folyamatosan amúgy azon dolgozik az amerikai robot, hogy ezt letörjék, és ugye akkor ez történik, hogy az űr gyarmatosítása az viszont ilyen hihetetlen gyorsasággal megtörténik, és hogy arra viszont tökéletesek a robotok, mert hogy akkor nagyon messze vannak, nagyon távol, rendkívül veszélyes, de nagyon nyereséges munkákat végeznek, aminek, tehát mint koncepció igazából, ez szerintem így igazából ma is nagyon sokszor megtörténik, csak nem robotokkal, hanem emberekkel, hogy ilyen nagyon hasznos munkákkal. Igen, amúgy, igen, ez ebben nem gondoltam még bele, de igen. Hát, hogyha jól érzem, akkor kezdünk elkalandozni abba az irányba, hogy hát már 40-szer megemlítettük, hogy mondjuk a robotok és a társadalom, de hogy még arról eddig nem beszéltünk, hogy hogyan is lehetne ezeknek a robotoknak jogokat adni a társadalomba, és hogyan illeszthetjük őket
a társadalmunkba? Tehát hogyan lehetnének mondjuk teljes értékű polgáraink, vagy hogy ennek mik a kritériumai? És ugye ennek az egész témakörnek lényegileg majd az lesz az ilyen fontos csomópontja, hogy hát miben különbözik az ember és a robot, de ezt majd természetesen szépen felvezetve mutatjuk be nektek. Az első dolog, amiről szerintem beszélnünk kell, az az, hogy hogyan lesz valami önmagából fakadóan értékes. Ez azt jelenti, hogy lesz egy morális státusza. Olyan dolgoknak van morális státusza, amelyek mondjuk jogképesek. Tehát például az embernek morális státusza van. Egy kisbabának, mondjuk egy emberszabású majomnak marginális morális státusza van. Ez azt jelenti, hogy a két kritérium közül, amit felvezetek mindjárt, csak az egyik teljesül. Ez a két kritérium az értelem és az érzés képessége. Ahhoz, hogy valami teljes értékű morális lény legyen, egyszerre kell éreznie a fájdalmat mondjuk, és tudatában lennie annak, hogy mit jelent fájdalmat okozni. Ugye az előbbi példából, ahogy említettem mondjuk a kisbabákat, ott értelemszerű, hogy mondjuk egy kisbaba érez, de nem fogja fel tetteinek a következményeit. Ez ugye összefügg azzal is, hogy ugye kisbabákat nem szoktunk börtönbe zárni, vagy megbüntetni azért, amit csinálnak. Viszont ugye a robotoknál az az izgalmas, pontosabban a mesterséges intelligenciáknál, hogy mi van akkor, hogyha ugyan egy robot nem tud érezni, de mondjuk teljesen felfogja azt, amit csinál. Tehát mondjuk az értelmét minimum olyan fokon végzi, vagy képes felfogni a dolgokat, mint egy ember. És ugye felmerül a kérdés, hogy vajon a két érték, ami alapján meghatározzuk, hogy kinek lehetnek jogai és kötelezettségei, azok vajon ugyanolyan fajsúlyúak-e? Hiszen, hogyha egy robotot kizárólag az érzés képessége taszít el attól, hogy a társadalmunkba illeszkedjen, de egyébként felfogja, hogy nem követhet el bűnöket, hogy ez milyen következményekkel jár, hogy egyébként a társadalomnak mik az alapszabályai, hogy milyen építőkövekre épül, hogy hogyan kell egybetartani, akkor értelemszerűen felmerül a kérdés, hogy vajon megvonhatjuk ezektől a lényektől, hogy teljes értékű tagjai legyenek a társadalmunknak. Ezt jelenti ez az értelem és érzés képesség, ez a morális státusz. Tehát, hogyha valami ezt megkapja, akkor beilleszkedhet az emberi társadalomba mondjuk. Ugye az állatoknak sincsen egyébként teljes értékű morális státusza, ezért nehéz az állatvédőknek az ilyen jellegű törvényeket kivívni, az állatkísérleteket lecsillapítani, stb. És ugye például, ha még egy kicsit visszaemlékszünk a szünet előtti egy kérdésre, mert például a rabszolgasággal foglalkoztunk, hogy akkor most a robotok rabszolgálják-e vagy sem, és hogy akkor ugye értelemszerűen, mint beszélő tárgyaknak nekik aztán a világon semmilyen joguk nem volt. Ugye például egy olyan nagyon érzéketes meghatározását adja ennek az egyik, hát nem tudom, novellában, valamelyik mérnök, vagy valami főcsávó, hogyha van olyan tárgy, amely tökéletesen és végzetesen haszontalan, az a munkaképtelen robot. Tehát, hogy itt van egy olyan csoport, aminek a mentális képességei azok igazából egy bizonyos pontot már könnyedén meghaladják az emberét, vagy hát nem is mentális, de mondjuk ilyen számító kapacitás tekintetében, és mégis az egyetlen tényező, ami alapján ők hasznosnak, még ha nem is tagnak, a társadalom tagjának, de hasznosnak minősülnek-e, az, hogy képes-e a rábízott munkát azt elvégeznie. És ez amúgy egy ilyen nagyon ijesztő kilátás szerintem bármilyen csoportnak, még attól függetlenül, hogy képes-e érezni, vagy nem, hogy az egyetlen célja az az, hogy beteljesítsen valamilyen számára kirót feladatot, aminek amúgy szintén nincsen beleszólása, hogy ő ezt akarja-e, vagy sem. És ugye a robotokkal ugye elég egyszerű, mert hogy belőjük van programozva, hogy ő ezekkel csinálják, és általában nagyon boldogok is a feladatuk tekintetében a legtöbbször, de ez egy ilyen nagyon nehezen feloldható kérdés miatt, hogy az embereknek a saját biztonságuk érdekében bele kell programozniuk ezeket, hogy a robot ne bántsa őket, és engedelmeskedjen minden parancsuknak, de hogy akkor mégis hogyan élhetne teljes életet, ha beszélhetünk erről így. Hát meg, hogy egyáltalán akarjuk-e, hogy teljes életet éljenek, vagy hogy így, az így megint, hogy elkezdenek érezni, az így. Hát az más kérdés, ezt nem is tudom, hogy erre van-e valami, vagy erről tudtok valamit, hogy az ilyen tehát, hogy az ilyen érzelmek ilyen
kialakítása, vagy beprogramozására így van-e valamilyen kísérlet, vagy nem is az érzelmek, hanem valami ahhoz hasonló, vagy ilyenekről nem tudtok esetleg, vagy tudtok valamit? Hát először arról beszélnék egy nagyon kicsit és röviden, hogy ezt az etikát hogyan kéne megtanítani a robotoknak. Mert azért valamennyire ez kapcsolódik az érzelmek és a felelős cselekvés témaköréhez. Az egyik ugye, hát az a nagyon izgalmas ugye az emberi társadalomban, hogy mondjuk ami 100 évvel ezelőtt mondjuk etikusnak minősült, az ugye ma már nem az. Nyilván most már a nők szavaznak, a feketéket nem hagyjuk, hogy diszkriminálják, vagy igyekszünk, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy a társadalmak valamennyire, ha legalábbis a jogszintjén próbálnak nem diszkriminálni személyeket a nemük, a hovatartozásuk, a szexuális elnyúltságuk miatt. És hát ugye felmerül a kérdés, hogy hogyan fogunk egy robotnak etikát tanítani, hogyha mi magunk se tudjuk, hogy egyébként mi az, ami mondjuk 100 év múlva is etikus lesz. És hát ez persze azért nehéz, mert hogy ezek szerint sehogy. Tehát ugye ez az izgalmas, hogy meg tudunk tanítani nekik bizonyos cselekvéseket, tehát mondjuk bizonyos következtetéseket, ugye ez az érzelemolvasó robot, tehát mondjuk, hogyha látja az arcod, mondjuk így leveszi, hogy mondjuk, ha kicsit csukva vannak a szemeid, és könnyezel, akkor mondjuk sírsz, akkor az egy szomorú állapot, mondjuk most csak ez egy példa, és akkor milyen típusú, nem tudom, viselkedést kell gyakorolnia ahhoz, hogy téged megnyugtasson, vagy hogy úgymond ilyen interakció jöjjön létre köztetek, ami megfelelő minőségű. Viszont hát ugye én olyanról még, tehát én olvastam, hogy mondjuk az a cél, hogy egy olyan etikai, hát ágensnek hívják, jöjjön létre, amely képes önmagától is, hogy is mondjam, így tanulni ezeket az érzéseket, hogy így mondjuk így ő maga is reagáljon jól egy ilyen szituációra, vagy hogy így ő maga is készítsen ilyen, most ez így hülyen, hogy érzéseket, mert hát mégiscsak számokról beszélünk. De hogy ez azért még nagyon messze van, szóval ez azért nem a holnap zenéje. Tehát az önvezető autó, tehát ami az aktualitását hozza a beszélgetésnek, az önvezető autó például, hogy a villamos dilemma, hogy kitűssön el, stb. Az ilyen típusú etikai probléma, hogy hogyan határozzuk meg, hogy melyik társadalmi csoport, hány személy, milyen karakterek értékesebbek egyiknél vagy a másiknál. Ez fontos lehet, de az, hogy a robotok érezzenek, azt szerintem még bőven nagyon messze van. Hát igen, jó, hát ez köszi, ez elég jó válasz volt. Igen. Hát ugye, ami még itt fontos ennél a kérdés, ez nem csak az, hogy a robotok így éreznek, csak az, hogy mi az, amit éreznek, és hogy mondjuk hogy jutnak ezekre a gondolatokra. És például itt ugye fontos az, hogy mi a különbség egy ember és egy robot között, ugye az, hogy a robotok nem éreznek. És mondjuk egy ilyen nagyon hát ilyen közhelyszerű indoklás, amikor mondjuk egy valamilyen közegben egy robot és egy emberi szereplő egymással interakcióba kerül, és meg kell indokolniuk az embernek, hogy ő miért ember és a robot miért nem jár hasonló jogosultságokkal, az mondjuk jellemzően mondjuk az, hogy a robotok nem képesek a művészetre. Mert hogy a művészet az egy olyan dolog, ami az embernek egy ilyen belső eszenciája, általában az ilyen történetek saját logikája szerint, ami egy ilyen tényleg ilyen felderíthetetlen, megszámoltatlan, egy ilyen isteni szikra, jön egy ilyen, nem is tudom, ihlet, és akkor így hirtelen így papírra vetsz egy verset, vagy megfestesz egy remek képet, vagy komponálsz egy zenét, vagy összeraksz egy csodálatos playlistet, bár mondjuk nem tudom, erre lehet, hogy egy robot is képes lenne, nem akarom belemenni. És ugyanakkor ez egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, hogy ezt tényleg visszahozzák az emberek, hogy az ember képes művészetre, a robot pedig nem, és készült az egyik Asimov novellából, az Én a robotból, egy Will Smith főszereplésével való film, ami amúgy eléggé messze van az eredeti anyagtól, de van benne egy ilyen érdekes példa, hogy ott is feljön ez a kérdés, és akkor ugye ugyanazt mondja a Will Smith karaktere, ennek a lázadó robotnak, hogy hát mi azért vagyunk izé jobbak, mert tudunk, nem tudom, festeni, meg harangot önteni, meg ilyen, és akkor a robot visszakérdezi, jó, és te amúgy így személy szerint képes vagy bármire, és akkor kiderül, hogy nem, vannak
bizonyos emberek, egy elég szűk csoportja, aki képes bármilyen értékelt művészeti alkotás létrehozására, még a nagy többség pont ugyanúgy nem képes egy olyanra, amit a tágabb társadalom elfogadna, ahogy egy átlagos robot sem. És az is izgalmas, hogy mondjuk az ilyen klasszikus nagy művészekre nagyon az az ilyen legendájuk, hogy úgy tekintünk rájuk, mint akik egy ilyen nem is teljesen emberi zsenik, hanem hogy ők valahogy azért van velük, nem tudom, valami több, vagy valami más, tehát hogy a Van Gogh levágja a fülét, a Mozart és a Requiemben úgy ábrázolják, mint egy ilyen kicsit ilyen őrült, tudósos, klónozós arc. Tehát, hogy olyanok, akik már magukban egy kicsit, nem is tudom, eltérnek a normától. Igen, és igazából, ha már itt a különbségekről beszélünk, akkor szerintem még azt is megemlíthetjük, hogy ugye, most ez egy dolog, hogyha egy robot mondjuk a művészettel foglalkozik, de hát ugye Asimov világában egyébként a legkülönlegesebb robotok ugye, amikor valami olyat csinálnak, ami nem törvényszerű, akkor ugye hát általában büntetésben vagy sajnos valami szomorú végkifejletben lesz részük. De egyébként az ember és a robot között még az is fontos különbség, hogy hát ugye mit csináljunk akkor, hogyha ezek a robotok a társadalmunkban működnek, és esetleg meg kéne valahogy őket büntetnünk. Na most ugye, hogyha én levágom egy robotnak a fejét, most ez egy radikális példa, hát akkor nem feltétlenül pusztul el, vagy hal meg. Ha kikapcsolom, lehet akkor is csak annyi van, hogy úgymond takarékom van, újraindítható. Ha börtönbe zárom, akkor hát mivel szubjektív időérzékelésük van, tehát mondjuk nekik 100 év nem jelent feltétlen semmit, akkor is ugyanott tartunk, hogy hogyan büntessen meg. Nem esznek, nem isznak, stb. Tehát, hogy borzasztó nehéz mindezek mellett egyébként a társadalommal egy pontra helyezni őket, hiszen annyira mások sok szempontból, hogy így, hogy nem csupán úgymond ilyen, hát hogy mondjam, ilyen rasszista érzeteket keltenek. Ugye sok kutató azt mondja, hogy pusztán azért, mert valaminek a születése másmilyen, mint ahogy mondjuk mi születtünk, az is rasszizmusnak minősül, hogyha ezeket a karaktereket ezek után kirekesztjük, és nem adjuk meg nekik, ha ugyanolyan értelmi képességekkel rendelkeznek a minket megillető jogokat. De hát máskülönben akkor is ott van az a kérdés, hogy hát egy ilyen matematikára épülő agyat meg lehet hekkelni. Vagy nem lehet meghekkelni? Hogyan nem lehetne? Hogyan tudjuk az információbiztonságot garantálni? Vagy mi van akkor, hogyha mondjuk ezek a robotok Asimov törvényeivel lennének ellátva és felkészítve? Hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy ha nem segítesz kirabolni ezt a kisboltot, akkor főbelövöm magam. Akkor ugye a robot azt gondolja, hogy fő célja, hogy az embert megmentse a balesettől. Most, hogyha globálisan gondolkodik, akkor ugye a következő törvény azt mondja, hogy az emberiség, hogy is mondjam, javát kell szolgálnia. Tehát, hogy így globálisabban kell a problémára ránéznie, de nem tudhatjuk, hogy ő vajon ki tudja számolni azt, hogy ez a lopás egyébként milyen következményekkel jár a társadalomban. Vagy hogy van-e akkor a következménye, hogy megéri ebben nem részt venni, vagy részt venni. Tehát ezek sem egyszerű kérdések. Igen, ez az ilyen, ez, hogy így magában nem lehet ezekre tekinteni, vagy most kicsit ezt érzem, hogy így, ja, hogy így ezért fontos, meg ami most így eszembe jutott még, hogy arról, amit nem emlékszem melyikötök által, hogy tényleg az ilyen, tehát az ilyen társadalmi változásokhoz való ilyen, tehát az, hogy akkor most azt mondjuk, hogy most ezek a jogok, meg ezek az ilyen alapelvek, amik alapján mondjuk így beprogramozzuk őket, és hogy az is akkor valószínűleg itt tök fontos lenne, és hát aztán kigarantálja, hogy ezt így végrehajtják-e a jövőben a gyártók, vagy akik ezzel foglalkoznak, hogy így, ugye így, mint ami a társadalmunkban is egyébként nagyon fontos lenne ez, hogy így mindig újra gondolni, meg újra átgondolni, hogy akkor jó, most akkor ez így jó, nem jó, de hát így ki kezdene ezen gondolkodni, meg amúgy
egyáltalán nem gondolkodunk ilyenekről, hogy így, vagy hát így, mi, jó, mi szóval nem gondolkodunk, de hogy így úgy általában ez nincs meg, hogy az ilyen berögzült, nagyon régi, káros ilyen társadalmi dolgokat, azokat így újra kéne gondolni, és nekem ez volt, ami így megragadt, meg hát így, hát ez a művészet, ehhez amúgy tényleg már nem tudok így mit hol. Tehát, hogy ez, hogy így, igen, hogy akkor, és ami nekem nagyon érdekes, hogy folyamatosan rádöbbenek most az alapján, ahogy így beszéltek, hogy így tehát jó, beszélünk a robotokról, és így olyan, mint hogy egy ilyen tükröt tartanánk így, így magunk el, és így nem tudom, így ráz a hideg tőle, vagy nem, mert így most konkrétan kiráz a hideg, hogy így ez, hogy akkor a büntetés, és akkor így bele, és így most esett le, hogy oké, akkor embereket börtönbe zárunk, és azért zárjuk őket börtönbe, mert azzal okozunk nekik így mentálisan, meg fizikailag ilyen nagyon rossz dolgokat, és akkor így ez így nagyon durva, mert így most érzem azt, hogy ezáltal jövök rá arra, hogy így amúgy mi így mit művelünk, vagy hogy így amúgy így az ember az így mit csinál, meg mit gondol magáról, meg mit képzel magáról, nem feltétlenül rossz értelemben, vagy akár rossz értelemben véve is. És fú, nagyon jó, nagyon durva. Aztam, én megérkeztem amúgy, ja, úgy érzem. Hát amúgy ez nem csak ennél, de hogy szerintem általában bármilyen, mondjuk a science fictionnek mondjuk van szerintem egy ilyen, a jó science fictionnek, vagy fantasynek, vagy akár bármilyen, vagy a szép irodalomnak is, igen, hogy mondjon valami olyan többet, amivel így magunkra látunk, mert hogy mindig egy ilyen görbe tükör, vagy nem görbe, de van benne, amire rávilágít. Például van egy ilyen másik vonatkozás, ami szerintem így nem csak hogy robotoknál, de így általában az ilyen ritka téma, hogy mi a helyzet mondjuk így a hittel. Mert hogy ez is, hogy meg kell határozni, hogy mi a különbség egy robot, egy ember között, hát a robotok azok ilyen matematikai alapulag számolnak, és akkor csak a logika alapján dolgoznak. Ezzel szemben az ember, az pedig hát abból legalább van egy ilyen elképzelésünk mindannyiunknak, hogy milyenek az emberek, és ezért például ez is lehetne egy ilyen fontos megkülönböztetés, hogy akkor az emberek azok képesek hinni valami, akár egy ideológiában, vagy valamilyen felsőbbrendű lényben, vagy mondjuk mindegyikre azt mondják, hogy, vagy mondjuk azt mondja valakire, hogy nem, egyikre sem. A robottól meg azt várjuk el, hogy csak a szám és a logika hatalmában higgyen. És van egy ilyen novella, ami igazából erről szól, hogy mi történik akkor, amikor robotok kezdenek el hinni, vagy felépíteni egy vallást, és ennek magának az alapkoncepció is már így annyira nem is tudom, szürreális, hogy hogyan tud hinni valami egy felsőbb hatalomban, ami teremtett, és ugye próbálják, és akkor összerakják ezt az amúgy Zseni nevű robotot, és akkor próbálják neki elmagyarázni, hogy ő egy robot, mi megyünk az emberek, és ez a világ, haver, viselkedj rendesen. És akkor azt mondja, hogy az a bizonyítás az egyszerűen elfogadhatatlan, hogy tökéletlen lények egy önmaguknál tökéletesebbet alkossanak. Tehát a robot nem fogadja, hogy az emberek csinálták őt, hiszen látja minden szempontból, az emberek azok hozzá képest egy ilyen prototípus, egy ilyen korábbi forma, ő pedig egy ilyen ideálisabb vagy jobb, és neki így megtéríti igazából a többi robotot ezen az űrbázison, és azt mondja, és akkor lesz egy ilyen litániájuk, hogy egy a mester, és ZN egy az ő profétája. És tényleg egészen egy ilyen, tehát tényleg egy ilyen nagyon izgalmas gondolatkísérlet, hogy megpróbálja a két ember meggyőzni erről a robotot, hogy ő egy robot, ők az emberek, és hogy akit ő mesternek tekint, az nem tudom, egy atomreaktor az űrállomáson, és azt mondja, hogy de hát így egyértelmű, hogy ő a mester, mert belőle jön az energia, belőle jön az élet, az is egyértelmű, hogy az emberek azok ilyen első próbálkozások voltak az ilyen szolgálóinak, de aztán jöttek az egyre jobb minőségű robotok, és ő nagyon sajnálja, hogy az emberek ebben az ilyen halucináció, vagy nem halucináció, egy ilyen illúzióban élnek, hogy ők majd két hét múlva hazamennek a földre, mert ő, mint a robot tudja, hogy hát ők mennek a szemétégetőbe, mert így lejárt az idejük. De így, szerintem ez egy ilyen egészen hihetetlen. Igen, viszont ennek azért az a vicces másik oldala, hogy Asimov másik novellájában, mondjuk a két évszázados emberben, például ugye ott az történik, hogy tehát a nirvana, vagy az önmegvalósítás legfontosabb csúcsa, az, hogy a főszereplő robotból ember lesz. Vagyis hát ugye igen, tehát hogy most bocsánat, egy pillanatra megkavarodtam ebben, mert hogy ugye ott az a cél, hogy a főszereplő az összes szervét, vagy hát inkább úgy mondom, hogy összes alkatrészét kicserélje emberi szervre, vagy pedig olyan, hogy is mondjam, robot
szervekre, amelyek képesek ételt feldolgozni, és képes legyen ő maga öregedni. És végül így emberi nyilvánítják, de csak azért, mert hogy vállalta a kockázatot, hogy ő meghal, ezért a célért, hogy ő ember legyen. Tehát igazából ezért sikerült elérni ezt a célt, és nem azért, mert egyébként mondjuk minden szerve emberi, az agyát is belértve, amit nyilván még nem tudunk felfogni, hogy ezt hogyan sikerült megvalósítani. De hogy ezzel csak annyit akartam mondani, hogy Asimov világában nem csak az jelenik meg, hogy a robotok esetleg megkérdőjelezik az ember szupremáciáját, hanem az is, hogy egyszerre az ember válik az istenné. Persze van egy másik iránya is ennek, amiről kicsit később beszélünk, de hogy a robotok számára az emberek az olyan, tehát hogy az ember kegyeit akarjuk elnyerni, az ember kedvében akarunk járni, emberszerűek akarunk maradni, nem akarszerűek akarunk maradni, nem akar, ruhát akarunk hordani, ez nagyon fontos, mert hogy az, hogy ez, amit te is említettél, Csenge, ez az ember központuság, hogy mindennek az ember a mértéke, és az ő igényei, kedve, kénye. Még akkor is, hogyha ez egyébként azok logikátlanok, kiszámíthatatlanok, és akár teljesen banális dolgok. Aztól. De amúgy ez a, úristen, ezen is most olyan szétmentem amúgy, ez a, amikor mondtad, hogy így ez a, azt nem ez fogja meg így számomra tán a leginkább így a vagy hogy ez így nagyon szépen meg lett jelenítve a hit itt, amit mondtál, hogy tehát ez, hogy vállalta, hogy meghal, de nem a nem azért, mert hogy így minden szerve nem tudom, emberi lett, vagy nem tudom, jól mondom, ugye? Tehát, hogy nem úgy ez is ilyen úristen, nagyon durva, mert hogy igen, hogy nekem ez nagyon kifejezi ezt, hogy így most tudnám ezt így ennél jobban kifejezni nagyjából. Tök jó. Meg ugye például ennek a 200 éves embernek nagyon sok jelenet, hogy, tehát játszódik ilyen jogi környezetben, tehát hogy ott van ez a robot, azt hiszem Andrew talán. Így van. És hogy neki, tehát ő már tényleg ilyen, tehát a mesterséges intelligencia teteje abban a szempontból, hogy, tehát, hogy teljesen értelmes, és el kell mennie, elmegy egy bíróságra, és így azt kell bizonygatnia, hogy ő értelmes olyan, és egy saját jogán létező lény, akit védenie kéne a törvénynek, és tényleg az egész egy ilyen nagyon-nagyon ijesztő abból a szempontból, hogy egyszerre úgy tűnik, hogy hát ez kifi, hogy valakinek oda kell menni egy bíróságra, és így elmondja a saját szóval, hogy ő egy értelmes lény, és hogy adjanak neki jogokat, de hogy közben ez amúgy így az emberi történelemben ez nem egy ilyen nagyon elrugaszkodott a valóságtól, hogy más embereket, tehát hogy nem fényből vannak, nem golyóállóak, vagy akármi ugranak hátházakat, azoktól, hogy megfosztják az emberi jogaikat, de hogy nem csak, hogy az élethez való jog, tényleg mindenhez, és hogy szerintem ez az ilyen igazán ijesztő és jó mondjuk a science fictionben, vagy fantasyban, vagy igazából akármiben, hogyha így rá tudunk döbbenni arra, hogy ami ilyen nagyon távolinak tűnik, az igazából így iszonyatosan itt van velünk, és így együtt élünk vele, és szerintem ez ekkor lehet ez igazán az ilyen értéke, vagy ebben lehet igazán megkülönböztetni mondjuk az ilyen szimpla szórakoztatót, a gondolatébresztő művektől, amikor így az ember rádöbben valamire, ami teljesen egyértelmű, de hogy közben nem szeretnénk vele egy feltétlenül szembenézni. Igen, egyébként Andrew pont úgy nyeri el a szabadságát ebben a novellában, hogy azt mondja ki végül a bíró, hogy egy olyan lény, amely képes felfogni a szabadság jelentését, méltó arra, hogy szabad legyen. És ez szerintem rendkívül fontos, hiszen ezt a fajta szabadságelvet is próbáljuk ebben a liberális demokráciában érvényesíteni. Úgyhogy ismét egy fontos visszacsatolás a jelenre. És akkor ugye most ebben a blogban igazából arról mesélnénk, vagy gondolkoznánk közösen, hogy milyen ilyen hosszú távú következményei vannak a robotizációnak az ilyen nagyon durva elterjedésében. És ugye pont ez a szabadság egy nagyon-nagyon izgalmas, meg fontos kérdés, mert ugye, ahogy az elején is elkezdtük, ugye nagyon sok félelem van abban, hogy a robotok azok majd így elveszik a szabadságunkat, és akár így ilyen energiaforrásként tartanak, mint a Matrixban, vagy csak szimplán bedarálnak minket, mint mondjuk a Terminátorban, ha két ilyen
mindenki által ismert ilyen popkultúrás utalással élnénk. Viszont például ebben van egy olyan dimenzió, amikor az a szabadságról az emberek nem elveszik az emberektől a robotok, hanem az emberek átadják. Ugye ebben az Asimov világban az megtörténik az, hogy egyszerűen létrehoznak hát itt különbözőképpen nevezik őket, van egy multivak, meg vannak agy, meg gép, tehát hogy mindenféleképpen nevezik ilyen szuper-szuper mesterséges intelligenciákat, akik lényegében így irányítják a világot, és irányítják az emberiséget. És az történik, hogy beköszönt egy aranykor. Tehát az van, hogy ezek a gépek így mindent kiszámolnak, minden flottul megy, nincs éhezés, nincs pazarlás, mindenkinek van kb. Munkája, tudom én, és akkor van egy ilyen nagyon érzéketes leírás, hogy mind az Adam Smith, mind Marx az így a könyvespolcban így hátra kerül, mert hogy már így egyik se releváns, mert annyira jó most így az élet. És egyszerűen az történik, hogy a robotok azok elhozzák egy úgy tűnik egy pontra ezt az ilyen utópikus társadalmat, amire így mindig is vágyott kvázi az emberiség. Amúgy nekem erről, na, amúgy ez jutott eszembe, amikor próbáltam a fejben így kicsit végiggondolni, hogy mégis mi ez a téma, amiben én belecsöppentem most általatok. Ugye ez volt nekem az első ilyen gondolatom, hogy így, szóval így a sci-fi-nek az egyik ilyen fontos része az pont ez, nem, hogy egy ilyen alternatív ilyen valóságot hoz létre, vagy egy ilyen utópiát kb. De hogy így, és hogy ja, csak ugye ehhez, ez nem csak ennyi, ha jól gondolom, tehát hogy ugye azért itt nem csak erről igen. van szó, de ez pont eszembe jutott, hogy ezenek egy ilyen tök fontos része, hogy egy ilyen másfajta valóságot, és amúgy ez is nagyon durva, hogy nem mennyire szóval mennyire nehéz, vagy én gondolom, hogy így filmek ezért nem sikerülnek feltétlen jól ebben a témában, mert hogy így baromi nehéz lehet ennek minden részletét úgy megcsinálni, hogy így összeálljon, vagy így egybe így tökéletes legyen az a világ, mivel hogy köze nincs ahhoz, amit körülöttünk van, és ezt így megjelenít, és amúgy tudtok olyan esetleg a hallgatóknak ajánlani olyan filmeket, ami szerintetek így ilyen így mondjuk akár kritikusok által is elismert, vagy általatok elismert, ami mondjuk ilyen nagyon jól megjeleníti ilyen világot, vagy ahol ilyen nagyon, nagyon jól, ami így jól átadja ezt az egész ilyen, vagy akár van benne ezek közül, amik elhangoztak gondolatok, olyan, ami így, ja, ami így ezt így megmutatja, vagy igen. Hát ugye, szerintem az egyik fontos ilyen gondolat még ez a témakörhöz, hogy szerintem Asimovon kívül, főleg disztópiákról beszélünk inkább, tehát olyan társadalmakat látunk működni, hát ugye a Matrix világát, ugye azt említetted, ahol azért, hát mi húztuk a rövidebbet, vagy pedig a robotok. Én egyébként a Westworld-ot nagyon szeretem, azt ajánlom is, mert ez ugye számos olyan etikai kérdést felvet, amit mi is így picit pedzegettünk. Az például egy nagyon jó alkotás. Vagy pedig, hogyha a játékról van szó, akkor a Detroit Became Human tudnám még ajánlani, ami esetleg egy érdekes játék lehet a hallgatóság számára. Ez egy PS4 játék, azt hiszem. És azzal lehet kísérletezni, hogy háromfajta karakterrel megyünk végig három eltérő történeten, és ez is egy ilyen etikai történetbe nyújt betekintést számunkra. Én ezt a kettőt mondanám, szerintem ez a kettő, ami egyszerre friss, de mégis van benne valami kis furaság. Nagyon jó. Fú, szerintem tehát az a nehéz, igen, amit mondtál, hogy ebbe csak igazából disztópiát lehet csinálni, majd abból a szempontból, hogy az utópiával, ami igazából a sztoriból is kijön, meg szerintem mindjárt rátérünk, igazából az a baj, hogy iszonyatosan unalmasak. Tehát az utópia az tényleg az ilyen teljes vége a történelemnek, amikor minden klappol, minden megy, mint az óramű, és egyszerűen nem történik semmi. És nagyon rég volt, de egy filozófiából tanultuk is, hogy volt erről valami szöveg, hogy az utópiával az a gond, hogy attól, hogy tökéletes, az egy ilyen mozdulatlan dolognak kell
lennie, amiben így nem történhet változás, vagy miért változzon valami, ami igazából már úgy tökéletes, ahogy van. Úgyhogy pont szerintem ez egy ilyen érdekes része ennek, hogy mi történik akkor, amikor ez az utópia, vagy ez a gépek által irányított világ ez így kimaxolódik, és akkor szerintem kezdte előbb a mikróval. Igen, hát ugye mi itt a végére arra gondoltunk, hogy kicsit arról beszélnénk, hogy mik lehetnek azok a következmények, amik így a társadalmat, vagy akár az egy személyi embert is mondjuk így relatíve elkorcsosítják, elkényelmesítik. És hát ennek az egyik ilyen aspektusra ez a kiborg lét. Ez ugye megjelenik a két évszázados ember novellájában is, ahol amíg Andrew emberi válik az emberi szervektől, addig a gazdája, vagyis a volt gazdája George, az például robotikus szemet kap, hiszen továbbra is kíván látni, de a saját szemgolyói már nem működnek, tehát ezért úgynevezett ilyen kiborg létre kényszerült. És hát ugye itt merül fel az a kérdés, hogy vajon mennyi az a mesterséges szerv, ami megszünteti egy ember embermi voltát? Vagy van-e ilyen? Vagy mitől lesz egy robotból ember? Vagy hogyan lehet? Egyes kutatók arra gondoltak egyébként, hogy Andrew novelláját vizsgálva azért nem lehet Andrew ember, mert nincsen lelke. És hát ez mégiscsak a lélek az egy olyan dolog, amit nagyon nehezen tudunk megfogni. Szóval nyilván van egy csomó agykísérlet, próbálják az agyat modellezni, vizsgálni, de hogy mitől lesz valaki az, ami, hát azt nagyon nehéz megfogni. És ugye, hát nyilván az, hogy mondjuk az emberek mondjuk az összes szervüket kicserélhetik mondjuk ilyen mindenféle műszerre, az egyébként újra behozza ezt a szegény-gazdag ellentétet, hogy így fogalmazzak, mert hogy nyilván annak lesz szuper agya, meg annak lesznek szuper gyors testrészei, aki ki tudja fizetni. Szóval ez az új típusú ellentét, ez újra meg fog jelenni. Hogy akinek mondjuk nincsen megfelelő, nem tudom, gyorsaságú lába, az nem lehet, nem tudom, kifutó fiú, vagy akármi, és akkor ez egy csomó egyéb probléma is felmerül, ami ismét egy társadalmi egyenlőtlenséget eredményez majd. És hogyha mondjuk ilyen egyéninél magasabb, mondjuk ilyen makroszintre megyünk, akkor ugye itt ezeknek a novelláknak kb. Az a kifutása, hogy így haladnak kronológikusan, hogy eljut az emberiség egy olyan pontra, amikor már ezek az intelligens gépek, vagy ezek az agy, vagy gép, multivak, tök mindegy, hogy hívjuk igazából őket, ők vezetik. És ugye az történik, hogy ezt az emberiség így maga átadta, és halad ebbe az utópiába. De ugye az történik, hogy tehát azok a szereplők, akik mondjuk ebbe a korba öregednek meg, azok így rendkívül boldogok, mert hogy így végre leszámoltunk a 20. század nagy borzalmaival, itt az úr aranykor, elértük az utópiát. Viszont fokozatosan az derül ki, vagy hát ugye a novelláknak, meg később a regényeknek az a tanulsága, hogy ez a robotok, meg ez a robotizáció, ez adott valóban egy ilyen hihetetlen nagy ugrást az emberiségnek, és tényleg egy ilyen akkora fejlődést, amit előtte így, nem tudom, a kerék feltalálása. De hogy az történt, hogy az emberiség túlságosan támaszkodott a robotokra, és arra, hogy a dolgokat azok így megtörténnek lényegében helyette, és hogy az, ami tudom én, az elején csak egy ilyen kis mankó volt, hogy segítsen járni, az a végén az lehet, mint a Wall-E-ban a szegény emberek, akik csak így lebegnek ilyen kis fotelekben, és nem tudnak már járni. És igazából ez az ilyen hát nem tudom, távlati figyelmeztetése talán ennek a történetnek, vagy egy ilyen kifutása, de mondjuk ez nem egy-egy novellának, vagy regénynek, hanem ez tényleg, amikor így ezt az egész Asimov életművet így egymás mellé tesszük, és azt tudom én, nem tudom, hogy több tízezer éve tölel fel, szóval azért nem egy ilyen egy nyári olvasmány, hogy az emberiségnek az a része, amelyik ragaszkodott a robotokhoz, és ahhoz, hogy a robotok dolgozzanak helyettük, az szép lassan így belepunnyad a saját életébe, teljesen innovációmentesen nagyon sokáig élnek, mondjuk, főleg ennek az ilyen kiborg kiegészítéseknek köszönhetően, de így bezárkóznak a saját kis bolygóikra, és egyszerűen így elmegy fölöttük így az idő, és hogy az abból az emberiségből lesz igazából aztán ez a galaktikus birodalom, nevezzük így, vagy igazából az egész
ismert univerzumot benépesítő emberiség, ami fokozatosan lemondott a robotokról, és így visszavette a saját kezébe az irányítást. És ugye a történetek amúgy azt fogják, hogy ez nem úgy történt, hogy az emberek így fellázadtak a robotok ellen, hanem maguk a ezek az irányító intelligenciák jöttek rá, hogy az emberiség további boldogulása az akkor érhető el, hogyha ők fokozatosan háttérbe húzódnak, és visszaadják igazából a gyeplőt, és hogy nekik csak az volt az ilyen távlati feladatuk, hogy így, nem tudom, ilyen gicsesen fogunk, hogy a csillagokba segítség az emberiséget, és hogy átsegítsék ezen a nagyon nehéz 20.-21. századon, és ha már az emberiség egyszer így megtapasztalta ezt az egységességet, meg ezeket a lehetőségeknek a kinyílását, akkor remélik, hogy majd saját maguk jogán így jobban fognak tudni érvényesülni. Ennek ugye az az ilyen alapja, hogy volt, amit már említettünk szerintem korábban, de lehet, hogy nem tudom, hogy annyira aláhúztuk, hogy volt két robot, aki kitalált egy nulladik törvényt, ami az volt, hogy a robot nem nézheti tételen az ember, hogy az emberiség kárt szenvedjen, és nem okozhat kárt az emberiségnek. Ami egy ilyen elég masszív ötlet, de hogy akkor ez volt rá a megoldások, hogy fokozatosan igazából egy ideig segíteni, és aztán így visszahúzódni, és a lehető legkevesebb befolyást hagyni az emberiségnek, mert hogy így azzal teszik a legkevesebb kárt talán. És akkor ez még persze azért sok ilyen gigszert okoz nekik, hogy akkor most mennyi az, ami így belefér ebbe a tanulásba, de hogy ez lett igazából az ilyen nagy konklúzió, hogy a robotoknak azoknak így kb. Így el kell tűnniük egy ponton. Hát ez, hát mondjuk nem tudom, ez kicsit ilyen szomorú, vagy hát nem is tudom eldönteni, hogy mit gondoljak erről, vagy mit is érzek ezzel kapcsolatban. És amúgy azt nem kérdeztem meg, pedig szerintem meg akartam kérdezni, ez, hogy akkor úgy azt elmondtátok, hogy mely novellákról volt szó pontosan, vagy így közben így... így ezt említettétek, vagy csak... Nem, ez jogos. Amikből dolgoztam én, az a Robot Történetek nevű novellagyűjtemény, és hát abból így fejbe azt mondtam, a Rabszolga, a Lenny, felelősséggel tartozol neki, Robi, Logika, szóval ezek a címek. Aha. Igazából, ha az ember csak kinyitja, ez az első... Robot Történetek, ez a címe, és abban van tudom, 10-15 novella, főleg azokból dolgoztunk elsősorban, kicsit így összerakosgatva. Aha. Igen, amiből én idéztem, abból egy párat említettem, de egyébként a legtöbbet megtalálhatják a hallgatók az interneten. Ez az egyik a két évszázados ember, vagy az elkerülhető konfliktus, a gép, amely megnyerte a háborút, illetve a kiválasztott, a bizonyíték, a fényvers, a világ minden terhe, a kiváltság, a tréfamester, az utolsó kérdés, és szerintem még a bizonyíték, és ennyi volt. És nektek amúgy így elmondjátok, hogy melyik a kedvenc, és miért ezek közül, vagy van-e egyáltalán kedvenc, vagy... Fúha, fukesztelj, nem összeszedem. Én azt hiszem, hogy a világ minden terhe, méghozzá azért, mert ugye van ez a szuper számítógép, ez a multivac, amiről az előbb beszéltünk, az szeretné elérni egy kisfiú segítségével, hogy ott kikapcsolják. Ez a számítógép ebben az időségben a világ összes folyamatát irányítja. A választásokon keresztül, a társadalom, a gazdaság szervezésén át mindent, és egyszerűen elfáradt. És hát nem bírja már ezt a terhet, hogy mindent kiszámoljon, és minden rajta múljon, és megpróbálja megszervezni a gyilkosságát. Hát ez meghiúsul, de ugye azt hiszem, hogy ezzel el is érkeztünk ahhoz a fordulóponthoz, vagy hát inkább ahhoz a csomóponthoz, hogy annak ellenére, hogy Asimov rendkívül pozitívan állt ez a témakörhöz, és nagyon tényleg rendkívül alaposan járt a körbe ezt a robot-ember témakört. Az egyik dolog, amit kihagyott, hogy a robot és a robot hogyan viselkedik egymással, ez fontos hiányossága. A második az, hogy a legtöbb törvény a robotok beleszólása nélkül született meg, viszont őket köti.
És ugye ők mindenféle módon engedelmeskednek ezeknek a törvényeknek, nincsenek olyan etikai könnyítéseik, mint az embereknek, de ami talán a még fontosabb, hogy ezek a novellák soha nem érnek véget boldogan. És ugye ez azért izgalmas számunkra, mert hogy, hát ugye mondtad ezt a tükör szituációt, és hát úgy tűnik, hogy az emberi társadalom valahogy nem bírja úgy kihozni ezt a történést, hogy valaki ne szenvedjen a végén. Szóval vagy ki akarja kapcsoltatni magát a szuperszámítógép, vagy tönkre megy az a robot, amelyik képes fényverseket írni, vagy meghal a főszereplő, aki egyébként egész életében azért küzdött, hogy elismerjék, egyenlővé tegyék őt magukkal. És ez szerintem egy fontos tanulság. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy nekünk elsősorban nem a robotoktól kéne félnünk, hanem attól, ahogyan mi viselkedünk velük. Ja, hát igen, ez nagyon durva, ez a robot, aki nem bírja így ezt a súlyt, amit így rápakolt így az emberiség, az így szerintem nagyon kifejezi ezt az egészet, és amúgy eléggé megmutatja azt, hogy így, vagy ott pont azért érdekes, mert akkor ott pont bejött ugye a robotnak ez az ilyen hogy mondjam, szóval amikor már mintha elkezdene érezni, vagy ugye amikor így, csak ugye ez valahogy mintha más, tehát ez egy kicsit az ilyen alternatív érzelmek, hogy így amikor így túl sok, és ez amúgy tök jó, mert amúgy ez talán így még ilyen program szintjén is ki tud jönni, vagy nem tudom, szóval hogyha ilyen számokban gondolkodunk, ez tökre ki tud jönni, hogy így valami túl sok egyszerűen, és ez tök jó. Nekem is egy olyan novella az egyik kedvencem, amiben ilyen túl sok szituáció van. Na, persze a címe nem jut eszembe, de ami lényegben arról szól, hogy kap az egyik ilyen szuperszámítógép egy olyan feladatot, hogy tervezze meg az első hiperhajtóművet. És az derül ki... Ez micsoda? Hát amivel így csillagok között. Igen, bocs. Nem, semmi. És az történik, hogy akkor nagyon furán viselkedik ez a gép, ilyen teljesen össze-vissza beszél, de közben így kiad ilyen tervrajzokat, amivel megépítenek egy űrhajót, mikor beletesznek egy robotot, az űrhajó elmegy, visszajön, de így nem nagyon tudják, hogy most akkor ez most így mi történik, és akkor keresnek, vagy hát lényegében rávesznek két lelkes ilyen robotszakértőt, hogy akkor, vagy hát aki a társaságban van, hogy akkor ők üljenek be és éljék át ezt a hiperűrugrást. És így az történik, hogy kint vannak az űrben, nem tudom, két hétig, és hogy az űrhajó az borzasztó, tehát hogy az nagyon rosszul van felszerelve, csak konzervbab és tej van, semmi, nagyon minimális szórakozás, és hogy van egy pont, amikor ugye megpróbálják ezt a hiperűrugrást, hogy akkor ilyen nagyon-nagyon beteg hallucinációik vannak, amilyen hát ilyen félig ilyen halálon túli élmény, de hogy olyanok, amikor tehát ilyen koporsókat próbálnak így eladni, meg ilyen kis ördögök kacaráznak, és ezeket így hallják, látják, és nagyon para meg beteg az egész, és aztán visszajönnek a földre, és elmondják, hogy ez történt, és amúgy így a sikerülés sikeres, de most ezt így nem ajánlják. És akkor megpróbálják felfejteni, hogy mi a szar történt, miért volt ez, és az derül ki, hogy ez a szuper robot, ez egy kicsit túlterhelődött, mert kiderült, hogy hiperűrugrás során van egy ilyen pont, amikor az emberek így meghalnak. De aztán így visszajönnek az életbe, hogy így kibelépnek a térből, és ezt egyszerűen nem tudta máshogy feldolgozni, csak a humorral. És ezért ő egy ilyen kitalálta valószínűleg így az első robot viccet, ami az, hogy az embereknek így át kell élniük egy ilyen halál jelenetet. Meg a viccnek a része volt az is, hogy csak babot és tejet csomagolt, mert hogy akkor majd finganak, és ez így egy ilyen robotnál ez még így úgy tűnik, ott is így ilyen Adam Center film szintjén van. És akkor ez van, hogy tényleg a robot talál egy ilyen megoldhatatlan, kvázi megoldhatatlan problémát, és így a humorhoz menekül, ami szintén így annyira emberi, hogy ennél így nincs tovább. Hát én szerintem ilyen robot lennék, hogyha azt mondom, én ilyen vicces robot akarnék lenni. Nagyon el tudnám képzelni. Ez nagyon jó, köszi, hogy ezeket megosztottátok. Nagyon izgalmas volt hallgatni. Na, hát akkor azt hiszem lassan a műsor végéhez érünk, és nem lassan, elérkeztünk, és hát na, ez nagyon jó volt, én nagyon örülök, hogy erről dumáltunk, és ja, köszi szépen.
köszönjük. Mi köszönjük. Itt lehettünk. Én nem, én köszönöm. Ah. Tényleg tök jó volt ezt hallgatni, meg részt venni benne. Úgyhogy akkor, hát sziasztok. Sziasztok. Hello.